Mikrotik Shorts. Tippek, trükkök, praktikák. Tőlünk, nektek. Hétről hétre új tartalommal. Tartsatok velünk! Sziasztok! Folytatódik rádiuszos minisorozatunk, ami azt jelenti, hogy egy újabb szolgáltatást fogunk átbeszélni, illetve kipróbálni, mely rádiusz bevonásával képes a felhasználóit kezelgetni, a felhasználók paramétereit átadni, beállítani. Mint megszoktátok, egy ilyen szolgáltatásnál elsősorban azt ellenőrizzük le, hogy maga a rádiusz oldalunk, hogy a felhasználói adatbázisunk az rendben van-e. A rádiusz kiszolgálunk ebben az esetben, mint a korábbi részekben is, a user manager lesz, és erre a user managerre fogunk majd egy routert rákötni, hozzákapcsolni, és ebben a routerben fogunk DHCP szolgáltatást üzemeltetni. Ahhoz, hogy a DHCP szerver által kezelt felhasználóknak a paramétereit, illetve hát egyáltalán nyilván a címzését kezelni tudjuk, néhány beállítást le kell ellenőrizzünk az eszközünkben. Az első és legfontosabb először is, hogy magában a User Managerben a Router, amelyről majd a DHCP rádiusz érkeznek, az maga fel legyen konfigurálva, hogy a szokásos módon a Router fület vesszük elő és leellenőrizzük, hogy mondjuk az én példámban, ugyanazon router DHCP szerverétől, tehát lokálból érkező requesteket fogunk majd feldolgozni. Ugye ez egy korábbi rész miatt már fel is volt konfigurálva, így ezzel különösen nem kell foglalkoznom, de a biztonság kedvéért azért megmutatom nektek a paramétereit. Shared secret és az address mezőnek a kitöltése, ugye ez az a két paraméter, ami alapján maga a rádiusz, a hozzáforduló NAST, azaz a Network Access Servert azonosítani fogja. Ugye ez a Network Access Server felel azért, hogy a felhasználóktól érkező hozzáférési igényeket kiszolgálja, és RADIUS-tól kérjen engedélyt, illetve kérjen paramétereket, hogy azt milyen módon tegye, milyen paramétereket alkalmazzon az adott kapcsolódásra. Nézzük a NAS konfigurációt. Ugye nas tehát egy rádius klienst, azt a rádius menüpontban konfigurálunk, és mivel az a router már a korábbi loginos gyakorlatunknál résztvevő volt, így nincs más tennivalónk, mint a login szolgáltatás mellé a DHCP-t is aktiváljuk. Egyszerűen bejelölöm a DHCP checkboxot, és elmentem a beállításokat. Most jön a csavar, ugyanis DHCP szervert szeretnénk ugye rádiusz képessé tenni, tehát megyünk nyilván az IP DHCP szerver menüpont alá, és leellenőrizzük, hogy a DHCP szerverünknek minden komponense adott-e. Nyilván, ha már ismeritek a router os és dolgoztatok fel, akkor tudjátok, hogy egy DHCP szerver az általában három komponensből épül fel. Van egy szerver maga, ami egy adott interfészen hallgatózik, van egy network definíciót és egyéb hálózati paramétereket tartalmazó bejegyzés, itt a networks fül alatt, és ha úgy működik a DHCP szerverünk, hogy ő egy dinamikus poolból gazdálkodik, és onnan vesz ki címeket, akkor ugye az IP pool menüpont alatt is fogunk majd találni egy, erre vonatkozó konfigurációt. Ezek itt szerencsére mind rendben vannak. Nézzük a DHCP szerver paraméterezését, hiszen az igazi eltérés az majd itt lesz a korábban megszokottakhoz képest. 7-es rúteróassal dolgozom, ezt látjátok is, ennek megfelelően majd a 7-es dokumentációját fogjuk segítségül hívni, hogy megnézzük bizonyos paraméterek mit is jelentenek a valóságban. Ez a DHCP szerverem jelenleg a DHCP pool 0 címkészletből gazdálkodik és onnan szolgálja ki a klienseit, hogy könnyen de nektek egy rádiusz alapú DHCP-t. Így az adresz értéket én most statikóndra fogom változtatni, azaz arra utasítom a DHCP szerveremet, hogy csak olyan klienseket szolgáljon ki, akik amúgy a leasy táblában felsorolásra kerültek, tehát statikus kliensei ennek a DHCP szervernek. Nyilván a rádiusz majd itt jön képbe. Hát ezt a leasy táblát tudom, idézőjelben virtuálisan távolról egy központi adatbázisból feltölteni, és az alapján irányítani a klienseim hozzáférését. Az address pool átállítás megtörtént, és még egy fontos dolog van, a use radius opciónak a vizsgálata, ugyanis itt három lehetőségünk van, hogy alapértelmezetten no, tehát nincs rádius, rádius használat, használhatjuk engedélyezett üzemmódban, ilyenkor autentikáció, autorizáció és accounting is történik, vagy használhatjuk csak accounting céllal, de mi nyilván a bekapcsolt, tehát a yes opciót fogjuk most alkalmazni. Amint ezt elmentettem, valójában a rendszerem az már kész, képes arra, hogy egy klienstől érkező DHCP kérés kapcsán majd rádiuszhoz forduljon, és megkérdezze tőle, hogy van-e bármilyen tennivaló, vagy van-e bármilyen paraméter a rendszerben őrá vonatkozóan. A DHCP-nél is igaz az, hogy a lízisztáblába kézzel felvett bejegyzések, azok erősebbek lesznek, mint azok, amelyeket rádiuszból kap. Tehát, ha itt fölvesztek statikusan kézzel egy liszt, az nyilván felülbírálja és felül definiálja majd a rádiuszból érkező paramétereket. A példában szereplő router lízis jelenleg üres, és ez mögött a router mögött van nekem valójában egy másik mikrotik kliensem. Ez a mikrotik kliens fog majd a DHCP segítségével címet beszerezni, vagy szeretne címet beszerezni majd ettől a készüléktől. Hogy is fog ez menni? Ugye számítunk rá, hogy ahhoz, hogy ez a címfelvétel sikeres legyen, a rádius szerverbe, azaz a user managerbe kell majd nekem ezt a kliens definiálnom. De még mielőtt ezt a definíciót megteszem, nézzük meg a dokumentációt, hogy mit is írnak a DHCP rádiusz képességeiről. Ugye a hetes úteros dokumentációját nézem a helpmikrotikcom on ott pedig a DHCP-szerver szekciót, és a legfontosabb és első szembeütlő e, szekció a következő: az access request, illetve hát, hogy egy hozzáférés kapcsán milyen paramétereket küld el maga a NAS a rádius szerver felé. Itt látunk NAS azonosítót, NAS IP címet, NAS portot, etártípust, és így tovább, de amíg igazából izgalmas nekünk, ez majd a username mező lesz, ugyanis ez a username mező fogja tartalmazni a kliensünknek a megcímét, aki IP címet szeretne kapni, és IP címet szeretne beszerezni ettől a DHCP szervertől. Nyilván erre kell majd nekünk valamilyen módon egy bejegyzést létrehozni, és a válaszban, megszoktátok, majd rádiusz attribútumok formájában, válaszként el tudjuk küldeni a beállításokat. Milyen beállításokat tudunk küldeni? De az Access Accept szekciót érdemes megvizsgálni, és ami majd nekünk itt igazából izgalmas lesz, framed IP address. Ez lesz az a valódi IP cím, ami majd a kliensnek kiosztásra kerül. Fontos, hogy még rádiuson keresztül sem lehet egyszerűleges IP címeket kiosztani a felhasználóknak. Kell, hogy legyen egy olyan network definíció a rendszerben, amely lefedi a kiosztani kívánt IP címet, hiszen az átjárót, a maszknak a méretét és a satöbbi egyéb paramétert, azt sajnos nem tudjuk kiosztani, TNS szervert például, nem tudjuk kiosztani a rádiuszon keresztül, tehát azok mindenképpen a DHCP networks fűr alatt ö, megtalálható network definícióból kell, hogy származzanak. Tehát mondhatni nem tudunk csak úgy tetszőleges IP címet rádiuszon keresztül kiajánlani. De akár azt is meghatározhatjuk, hogy ez a címkiosztás ez ne egy ö, kifejezett IP cím legyen, hanem akár egy routeren rögzített poolból történjen, ugye ilyenkor a framed pool paraméterbe kell majd az adott IP cím tartománynak, az IP poolnak a nevét megadni valójában. Ami izgalmas rate limit ez valódi sávszélesség szabályozási lehetőséget biztosít, ugye egy egyszerű, dinamikus SimpleQ szabály fog létrejönni, ezt majd demonstrálom is a következő beállításokban, és még egy sereg paraméter mindenféle átviteli paramétereknek a, a limitációjára, de ami nekünk még izgalmas, az a Session Timeout. Ugyanis ez valójában a DHCP terminológiájában majd a lease Time-ra, tehát a címbérleti időre fog lefordulni, azaz én rádiusz válaszszal befolyásolhatom azt, hogy az adott címbérlet az milyen, hosszan éljen a, a kliensnél, illetve a szerver oldalon. És furcsa, hogy a dokumentáció itt megszakad, hiszen ha a, a 7-es RouterOS user managerébe körülnézünk, illetve esetleg ismeritek a 6-os RouterOS uh, Radius dictionary-ét, azaz ezt a gyártóspecifikus rádiusz táblát, akkor ott további paramétereket is látunk. Kicsit úgy tűnik, mintha a dokumentációt írók megfeledkeztek volna néhány paraméterről. Na, nézzük, mi ezek. Itt van például a Mikrotik DHCP Option Set nevezetű attribútum, amivel Option Setet tudunk hozzá kapcsolni még a felhasználónknak a címbérleti beállításához. A DHCP Option Param String 1 és String 2, ami egy kifejezetten definiált DHCP Optionnek nek a létrehozási lehetőségét biztosítja. Rádiusz oldalról természetesen. Szóval ezek valamiért kimaradtak a dokumentációból, hogyha ezzel kapcsolatban érdekel további paraméterezési lehetőség, beállítási lehetőség, azokat inkább a hatos routerOS-nek a dokumentációjában kell még keresni, úgy tűnik. Nézzük, hogy hogy néz ez ki a gyakorlatban. Hát emlékeztek, az Access Request oldalon a username mezőbe kerül bele a felhasználónak a megcíme. Tehát a user manageremben a users fűre kattintok, hozzáadok egy újat, és a user mezőbe bemásolom a kliensemnek a megcímét, amit én most egyszerűen kimásolok innen, ugyanis az Ether 1-es interfészén van ennek a routernek a DHCP kliens. És innen kimásolom a megcímét. Ether 1, ő lesz az. Passzfőrmezőt nem kell kitöltenem, mert emlékeztek a dokumentációban is úgy volt, hogy a jelszó az üres, otp Secret nem érdekes grúppal nem foglalkozunk, bár ugye magukba a gruppokba összefoglalhatunk előre attribútumokat, hogyha szeretnénk. Tehát, ha mondjuk pulboloztunk IP címet, és egy adott paraméter halmazzal ha szeretnénk felhasználók tömegét ellátni, akkor nyilván célszerű majd csoportot létrehozni. De nézzük az attribútumokat, és akkor itt megmutatom a leggyakrabban használt attribútumfajtákat a DHCP esetén. Az első a framed IP adress, ugye ez kifejezetten az a statikus IPv4-es IP cím kiosztási lehetőség, amit majd ehhez a megcímhez hozzá kapcsolok, ugye mivel itt nekem a 10.1.2.0 per 29-es tartomány él, az egyes a routeremnek az IP címe, akkor én kioszthatom itt például az 5-ös IP címet ennek a hostnak. Most egyelőre föl is veszem így a bejegyzést, és megnézzük, hogy ez sikeres lesz-e. Uh, ugye ehhez segítségül hívhatjuk a logot is, és itt már rögtön látjuk is, hogy alig, hogy átkattintottam már, közben meg is történt a, a sikeres címkiosztás, hiszen itt történt egy access request üzenetváltás, látjátok, hogy a username mezőben küldte is a NAS, tehát valójában ugye a Mikrotik Rádiusz uh, Radius kliens a kliensnek a megcímét, illetve erre válaszul az Access Accept üzenetben pedig megkaptuk a beállításokat, tehát a 10.1.2.5-ös IP cím került kiosztásra. De nézzük, hogy ez így is történt-e a valóságban. Menjünk a kliensbe, ez most egyszerű terminálban van itt nekem nyitva, ugye az IP, address, print, parancsal tudjuk ellenőrizni, hogy milyen IP cím található a hoston, és ott van az eteredjen. 10.1.2.5-ös IP cím, ugye per 29-es maszkal és jogos a kérdés, hogy honnan jön a per 29-es maszk. Emlékeztek? Network definíció. Tehát fontos, hogy csak olyan címet tudtok rádiusszal kiosztani, amelyre létezik már előre definiált network definíció a DHCP szervernél. A de egy kicsit tovább ezt a sztorit, és próbáljuk meg mondjuk a rate limit paramétert is átadni, tehát úgy, hogy magában a nas rögtön a kliensre vonatkozó sávszélesség korlátozás is létrejöjjön ehhez én a DHCP klienst egy pillanatra letiltom a kliens eszközönbe. az IP DHCP client listában egyetem megnézhetem, hogy igen, ott az egyen van egy olyan DHCP kliens, ami alapvetően DNS-t, default rútot próbál, meg hát nyilván címet beszerezni. Ezt én most letiltom. Látszik is, hogy megérkezett a lezárásra vonatkozó üzenet a nas tehát itt mellette a log az kiválóan mutatja a változást. A DHCP szerverem Lizis táblájából is eltűnt, és akkor menjünk a rádiuszba, adjunk hozzá további paramétereket, ugye ez a DA61-es végű bejegyzés. Még egy attribútum, és fölvesszük a Mikrotik Rate Limit nevezetű rádiusz attribútumot, és megadjuk neki a 1 per 2 megabites Simple Q paramétert. Ugye a rate limit paraméter a következőképpen kezelendő, feltöltés per letöltés, tehát a kliensünk majd a végponton ezt a sávszélesség fogja tapasztalni, 2 kettő megabittel fog tudni letölteni, és egyel fel. Na nézzük, hogy ebből mi sül ki. Rádiuszban módosítottam, akkor aktiváljuk azt a DHCP klienst. Ellenőrzés de amúgy látjátok, a logban már a, a, nyoma látható is. Az IP címet újra megkaptam. Közben leelőzhetjük a, a DHCP leases táblát is, az is jól néz ki. És kíváncsi vagyok, hogy a routeren, a queues-ban, a simple queue definíció között, ahogy megintem az ablakot már ott is uh, van rögtön a listában, meg is jelent a DHCP kapcsán fölvett dinamikus kliensre vonatkozó sávszélesség korlátozó szabály. Hát ilyen egyszerűen működik a DHCP és a rádiusz együttműködése a router OS ben Hamarosan újabb rádiuszos része jövök, addig tartsatok ki!